Néhány évvel ezelőtt nagyon sok változás történt a horgászok házatáján. Hogyan érzitek most magatokat 2018-ban, magyar horgászok? Két oldalról is meg tudom válaszolni ezt a kérdést, de mindkét oldalról ugyanúgy pozitívan fog hangzani. Egyrészt horgászként azt tapasztalom természetes vizeinken elsősorban, mert ott van szerencsém leginkább horgászni, kiemelném ezek közül is mondjuk a Duna folyót, hogy sokkal több halat fogunk. Nagyon érdekes az a változás, ami azonnal tetten érhető a halászat betiltásával, hogy a hálók lukbőségének megfelelő méretű halak elkezdtek megmaradni a Dunában, amik addig hiányoztak. És ezeket most mi fogni tudjuk, és sokkal többet fogunk belőlük, főleg a ragadozó halakból. Ennek nem lett más oka a kormorán éppen változó járásán kívül, mint hogy betiltották a természetes halászatot. Horgász kereskedőként is ugyanezt tapasztaljuk. Nem csak a horgászok létszáma változott pozitív irányba, nem csak a vásárlók száma nőtt meg a kasszánál, ha szabad ilyen profán módon fogalmazni, de az általuk elköltött összeg is éves szinten, ami azt jelenti, hogy sűrűbben mennek, többet horgásznak, és az egész egy irányba mutat, és pozitív irányba mutat szerencsére. Te vagy az egyik legjobb nagykereskedő, hogyha itt a horgász cikkeket nézzük az országban. Nagyon sokat dolgozol, de horgászol is. Nagyon szép sikereket érsz el, óriási halakat fogsz, és nagyon szép mennyiségben. Gratulálunk ehhez. Mire vagy a legbüszkébb, hogyha itt az utóbbi egy-két évet nézzük ebből a sok versenyből? Semmiképpen a nagy halakra, mert amiket a Facebookon látni lehet, vagy bárhol, ahol mi megjelenünk a nagy halainkkal, az inkább marketing része, és nem abból a szempontból, hogy ne lennének valósak, minden egyes hal valós, hanem azért, mert nem versenyen születnek. Ezek a hobbi horgászataink alkalmával kerülnek partra vagy csónakba. A versenyzés általában kisebb halakról, és nem a halfogás tömegéről, hanem az ellenfél legyőzéséről szól. Ezekre vagyok büszkébb, és nem pedig a nagy zsákmányokra. 2016 egy speciális év volt, tudom, hogy már 18 van, de 17 az úgy elillant, hogy észre se vettük. 16 egy speckó év volt, mert két olyan aranyéremmel gazdagodott a repertoárom, ami eddig hiányzott. Sikerült megnyerni a csapat világbajnoki címet a magyar válogatottal, amiben én nem voltam még eddig benne sosem, már mint az aranyérmes csapatok közül egyben sem, és egyéniben is sikerült behúzni az EB-t, úgyhogy két aranyéremmel gazdagodott akkor a gyűjtemény. 17-ben, tehát a tavalyi évben ehhez ezüst és bronzérmek csatlakoztak VB-ről, illetve EB-ről. Egyébként költséges sport a horgászat? Mit tudsz tanácsolni annak, aki úgy gondolja, hogy most kezd ehhez? Maga a horgászat nem az. Én azt gondolom, hogy a többi aktív hobbihoz képest, ami természethez kötött és utazást igényel, ahhoz képest nem költségesebb. A versenyhorgászat az viszont nagyon. Tehát a különbség az a normál autóvezetés és mondjuk a rally vagy a Forma 1-es sport környékén van, tehát itt is van féktárcsa, meg ott is van féktárcsa, de egyrészt 10-szer annyiba kerül, másrészt 10-szer olyan gyorsan kopik el, és akkor a szorzó már hirtelen 100-as lett. Úgyhogy a versenyhorgászat az anyagilag egy nagyon kemény megpróbáltatás, mindenképpen támogatott versenyzők azok, akik jól szerepelnek, aztán hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, azt ugye ilyenkor nehéz nyomon követni, hiszen támogatott versenyzővé pedig az eredményesek válnak, de szerencsére ebből a szempontból is jól állunk az utóbbi pár évben a Horgász Szövetség jóvoltából támogatott módon tudunk részt venni a világversenyeken.